Szálasit idéző képpel ábrázolták Karácsony Gergelyt a fővárosi Fidesz Facebook oldalán. A fotóhoz Láng Zsolt budapesti Fidesz elnök idézetét tették, miszerint a Lánchíd felújításába nem kell belehalni, elég lenne elkezdeni dolgozni. A fotó néhány óra múlva lekerült a budapesti Fidesz oldaláról. Karácsony Gergely úgy reagált a montázsra, biztos volt benne, hogy a Fidesz politikai ellenfeleként aljas és hazug támadások sora vár rá. A fővárosi Fidesz később a Facebookra kirakott közleményében azt írta, egy interneten terjedő mémet vettek át. A szerkesztő nem vette észre a Szálasi Ferencet ábrázoló fényképpel való egyezést, de a közlemény szerint, idézem, egy normális ember nem is Szálasi képpel ébred reggelente. Ha arról van szó, hogy gyűjtést kell rendezni, ezért akkor szerintem sokan vagyunk úgy, akik szívesen részt vesznek ebben. Akinek van, az adjon. Akinek nincs, meg úgysad. Közösségi oldalán egy pénzügyi alap létrehozására tett javaslatot az első Orbán kormány minisztere. Pálinkás József arra kért minden magyart, hogy vállaljon áldozatot a Lánchíd gyors és teljes felújítása érdekében, és ajánlja fel egy vagy akár fél napi jövedelmét. Ugye ez úgy kerül egymás mellé, hogy ugye ott áll a Karácsony Gergely és keresi a biciklisávot ezen a történelmi fotón, amely a Szálasi Perrel volt kapcsolatos, és aztán, amikor módosítja a Fidesz a közleményét, lekerül a fénykép, akkor az a szöveg kerül oda, hogy Karácsony Gergely az újabb műbalhéval csak el akarja terelni a figyelmet arról, hogy 8 hónapja nem történt előrelépés a Lánchíd felújításával kapcsolatban, kizárólag pártpolitikai csatározással foglalkozik, a felelősséget pedig folyamatosan másra hárítja. Ha pedig nincsenek érvei a tehetetlenségére, akkor lenyilasozza az ellenfeleit. Régi bevált bolsevista módszer, legalább az kiderül, hogy a sok 10 millió forint közpénzen alkalmazott városházi propagandisták végzik a dolgokat. Hát, hogyha ez nem volna szánalmas, borzasztó vicces lenne. Tehát, hogy úgy viselkedik a fővárosi Fidesz, mint valami tinédzser, aki berúgja az ablakot labdával, majd fölordít, hogy ki rakta oda azt az ablakot? Hát ki tette ezt oda? Tehát, hogy ahelyett, hogy azt mondaná, hogy elnézést, hát ezt elrontottam. Az nem megy. Itt elnézést kérni nem tudnak. Senki. Az MSZP se tud, a Fidesz se tud. De hát ez annyira egyértelműen egy otromba, ostoba ráadásul, nem tudom, tévedés volt, hogy tényleg azt nem is tudom, hogy tényleg én vagyok a naív, hogy miért várok erre. Szerkesztünk nem vette észre a Szálasi Ferencet ábrázoló fényképpel való egyezést, de egy normális ember nem is Szálasi képpel ébred reggelente. Nekem az egészben annyira szomorú ez a cinikus, pökhendi, lekezelő hang. Én lehet, egy túlérzékeny ember volnék, azt gondolom, hogy egy teljesen átlagos, normális ember vagyok. Miért kell így beszélni? Ez az egyik. A másik, hogy hát azt gondolom, van egy alapműveltség, tehát, hogy nincs. Nem vesszük észre, nincs. Meg... Van, de azok nincs. Nagyon ijesztő, hogy ennyire persze. Nincs. Persze. Mert akkor elveszíti minden az értékét, és itt tényleg hallgattam a Tamás Gáspár Miklóssal a beszélgetésedet, és ez egy elképesztően jó rádióbeszélgetés volt. És nagyon-nagyon tetszett az a optimizmusa a Tamás Gáspár Miklósnak, amikor arról kérdezted, hogy volt-e valaki, aki rasszista volt, és az ővele való beszélgetés folyamán megváltoztatta a véleményét, és ő azt mondta, hogy igen. És nekem ez azért tetszett, nem csak azért, mert nekem is vannak ilyen tapasztalataim, hanem azért, mert ez a hang, ez a pökhendi, lekezelő, devalvál, minden értéket devalváló kommunikáció, ez olyan szintű kiégést okozhat nekünk, amit ezt nem szabad, tehát ellen kell ennek állni, és igenis észre kell venni. Pontosan így van. Tehát nézőpont kérdése, vagy szituációja, helyzete váltogatja az, hogy egy és ugyanazon dolog milyen súlyú. Mert egyfelől azt mondja, hogy hát mi jelentősége van, szerkesztünk nem vette észre, és egyébként se Szálasi képpel ébredt. Ugyanakkor itt van a közleményében, ezzel szemben a baloldali sajtó soha egy lépés sem tette, amikor például a miniszterelnököt Hitlerként ábrázolták egy címlapon, és nevezett rádióműsorban, ami idmáron tévéműsor is, megmutattam azt a magyar narancs címlapfotót, ahol ugye a bajsza kerítésből volt, mert az annak idején így készült, és én akkor is tiltakoztam, és most is. És akkor kiderül, hogy igen. Is. Van olyan ábrázolás, ami fáj a Fidesznek, de akkor csak akkor jön ezzel elő, amikor neki van hozzá kedve, a másik problémáját meg relativizálja.
Tulajdonképpen azzal nézünk szembe, hogyha valakit lenácizunk, az helyzetfüggő, hogy annak van-e jelentőség. Nem lehet összevetni egymáshoz nem illő dolgokat. Szóval ez a művelet, amit a budapesti Fidesz élén Láng Zsoltán művelt, ez a legaljasabb nyilas házmesterek szintjére süllyesztette le a budapesti Fideszt. Azt is elmondom, hogy miért. Az a mindenkit hülyének néző magyarázat, hogy honnan vették át, meg honnan nem, ezt csak azzal tudták volna íberelni, ha azt írták volna, hogy úgy gondolták, hogy illusztráció József Attila Dunánál című verséhez, mert ez még abszurdabb lett volna ennél. Ha most Láng Zsolt, hogyha egyetért ezzel, akkor innentől kezdve számomra megint csúnyát fogok mondani, rongyember, egy, kettő, a helyet, hogy páros lábbal rúgta volna ki, aki ezt hát, elkészítette, kiagyalta, én nem tudom, mit csinált volna, a helyet itt ilyen bolsevista, nem tudom én, tehát ő használ bolsevista megoldást. És úgy gondolja, hogyha ő ezt ilyen pökhendi módon mindenkit butának és erkölcstelennek és felkészületlennek nézve elmondja, akkor ő ma jó megvédi a pártját, nem védi meg a pártját. És egy dolgot hadd mondjak hozzá. Nekem az se tetszik, hogyha Orbán Viktort Hitlernek ábrázolják, félreértések elkülönse véget. Nem tetszik. Ugyanolyan alantas, aljas dolognak tartom. Ezzel viccelni a Dunaparton, Magyarországon 2020-ban, ennél lejjebb nem mehet a budapesti Fidesz. Nem fogok fel ezt vitatkozni, de az a helyzet, Friedman, hogy a nép felháborodása, tehát én sokkal jobban fel voltam háborodva, mint a rádióhallgatók. Karácsony Gergely aztán egy másik interjúban mondta, hogy ő hozzá van szokva a gyepáláshoz. Ez a csoda három napig se tartott. Pedig én éltem már akkor, amikor egy ilyen képpel nagyobb felháborodást lehetett okozni. Én nem azt az időt sírom vissza, de az, hogy az inger küszöb változik, az tény. Kiégés. Hát én elég érzékeny vagyok erre a dologra, és gondolkodnom kellett rajta, hogy mi is a baj ezzel a történettel. Ugye ennek egy kettős konnotációja van. Amit sugallni akar ez a kép, egyfelől egy borzasztó aránytalan támadás a magyar államtörténet legsötétebb gazemberének a helyére kasírozni egy ellenzéki politikust, és összehasonlítani annak a vétkeit azzal a politikai vitával, hogy most a Lánchidot hány milliárdból, meg hol, mikor építik, vagy hány bicikliút lesz, ez alapvetően ízléstelen. De van egy másik konnotáció, és azt úgy hívják, hogy holokauszt tagadás, relativizálás. Az, hogy egy embert, aki a Dunában lövette azon a parton azokat a zsidókat, akik ott mellette laktak, 100 számra, 1000 számra, jó Isten tudja, azt összehasonlítani egy jámbor alkatú ember végsők során a Karácsony, és hát ez relativizálja. Mire jöttél rá? Tessék? Mire jöttél rá? Hát, hogy ez a két probléma van ezzel a képpel. Nem csak arról van szó, hogy mostan milyen tónusban beszélnek róla, és hát aki ezt csinálta, azért az mégiscsak egy szakember volt, az nem naívan kotorta elő a szálasi képet, és montírozta rá a Karácsonynak a képét, hát ez szándékos volt, és meggyőződésem, hogy ennek a tudatában, hogy ez a kettős szimbóluma, ez a kettős konnotációja megvan ennek a képnek. Én azt kérdeztem a TV rádió műsoromban, ami a Spirit TV látható, mit érdemel az a bűnös, akinek záloga a kezemben van, kezünkben van? Mit érdemel? Hogy én hogy büntessem meg, vagy mi? Nem, azt nem megbünteti. Osztustalan, nem tudom. Hát attól függ, hogy hát nézd oda, a kép nézőinek, a döntő többségének tényleg fogalma sincs, hogy mi az, hogy konnotáció, és hogy miért pont a leszakadt Lánchidnál van, hogy destruktív, azt jelenti számára, ami mit se tud az egész történetről. Gondolom 90%. A saját fiam nem ismeri ezt, aki 50 felé jár, az unokáimról nem is beszélve, fogalmuk sincsen, hogy mit keres az a leszakadt Lánchíd ott a Dunán. Ez egy korszak, tehát azért most, hogy mondjam, még a fiatal iskolába járó gyerekek is nagyon jól tudják, hogy Magyarországon mikor volt olyan háború, amikor a Dunahidak a Dunában voltak, és nem a helyükön, mint most. Tehát ezt azért illik tudni. Azt nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy ez a fénykép az ő tárgyalása
alatt előtt készült, mikor kivitték megmutatni, hogy mit csinált Budapesttel az ő hát uralkodásán, ezt most idézőjelben mondtam, de hogy ezt Láng Zsolt ne tudja. Percet, az egy olyan... A főnökség, a Fidesz, hát a főnökség Fidesz. Biztos, hogy tudja, és szerintem ennek lesz majd következménye, csak nem nyilvánosan, mert azért én azt gondolom, a főnökség kap majd innen-onnan, hogy idézzem a klasszikusokat az amerikai liberalistáktól, meg én nem tudom ki mindenkitől, olyan jelzést, hogy gyerekek, átléptetek egy határt. De ezt Európából is megkaphatják. És azért miután ez összefügg bizonyos financiális kérdések megoldásával, mert összefügg, biztos vagyok benne, hogy lesz következmény, csak nem fogják az orrunkra kötni. Jó, hát jobban örültem volna, hogyha nincs, és hogyha egyébként a belső kontroll nagyobb, mint a külső hatás. Reklám, aztán visszajövünk.